Szevasztok! Hello! Na, hello everyone! Most már az utolsó métereket rójuk Drusszával a jótékonysági est előtt, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy hogy fog ez a dolog elsülni. Sokat készültünk rá, és nagyon reménykedünk abban, hogy az emberek is majd elégedettek lesznek. Úgyhogy tartsatok velünk! No, felöltözve, kivikszolva. Felettük a csinivili ruháinkat. Igen, nekiugrunk a mai estének. És akkor szervezzük a jótékonysági estet. Plakátok hátul. Mi tele vagyunk pozitív energiával. És még jó zene is szól a rádióba. Kis karácsonyi hangulat megvan. December 6-a, Mikulás. És ennyi. Ez a sok negatív energia, amit az emberekben legyül. Na, szép jó estét mindenki. Itt állunk a bisztró előtt. Már hárman. És most már csak mindössze hát egy óra van körülbelül a kezdésig. Nagyon várjuk az embereket. Benn már készülnek a dolgok. Úgyhogy egy szép estének nézünk az elébe. Gyerekek is lesznek. Reméljük, hogy jól fog elsülni az egész, ha nem, akkor... Nem reméljük, hanem biztosak vagyunk, hogy jól fog elsülni. Attól függetlenül, hogy első alkalommal szervezzük meg, ez lesz az egyik legjobb esemény, amit megszerveztünk. Sok szerencsét nekünk, az AXA gyerekotthon számára szervezett jótékonysági este. Egy személyes történettel szeretnék indítani, ugyanis egy évvel ezelőtt, pontosan karácsony előtt fogalmazódott meg bennem, hogy vajon mi van évközben a gyerekotthonban lévő gyerekekkel, hogyan élnek, hogyan szocializálódnak, illetve mi az, amit a cipőtömbözni szeretezen kívül adni tudnék esetleg a mindennapjaikhoz. Mert több gyerekről van szó, ugye? És volt, hát 8 éve körülbelül tartom a kapcsolatot két gyerekkel, de kíváncsi voltam a közösségükre, emiatt interneten keresgéltem, és akkor találtam rá az AXA-ra. Addig átadnám a szót Ambrus és Tamás Endrének, a rendezvény megálmodóinak és szervezőinek. Köszönjük szépen, sok szeretettel köszönjük csodás estén. Hát igazából azzal kezdenénk, hogy is jött az ötlet, hogy ilyesmit úgymond szervezzünk. Volt egy ötlet, hogy segítsünk valakinek, karácsony alkalmával főleg, és az az igazság, hogy nem tudom, 5-6 évet legalább távoroztam Zsobokon, a zsoboki otthon keretén belül, és eleinte rájuk gondoltunk, de beszélve Molnár Irmával, a vezető, az igazgatóasszonya mondta, hogy inkább az AXA részét, ugyanannak az áruháznak az AXA részét próbáljunk meg segíteni. És így folyamatosan változott a célcsoport is, innen eljutottunk oda, hogy később egy koncert legyen fiataloknak, ám végül aztán amellett voksoltunk, hogy egy idősebb és tapasztaltabb korosztályt célozzunk meg, aki adott esetben már rendelkezik gyerekkel, és át tudja érezni azt, hogy milyen az, amikor egy gyereknek nem olyan jó a sorsa. És hát elmentünk az AXA-ba, kérve pár rajzot. Nem tudom, hogy mindenki kapott, de ha nem, akkor biztosan fog kapni egy ilyen kis
úgymond névjegykártyát, amit így oda ajándékozunk önöknek, hogy nektek, hogy tudjátok, hogy hogy jusson eszetekbe, akárhányszor elvesztek, tegyük fel, beteszitek a pénztárcátokba, hogy jusson eszetekbe, akárhányszor, hogy jót cselekedtetek, és hogy itt voltatok. És ez éppen egy gyerekrajz, ez amit találhatunk. Most nagyjából és most pedig felkérném Molnár Juliannát, az Abszol Gyerekotthon házvezetőjét, hogy mondja el köszöntőbeszédét. Annyit még hozzátennék, hogy egy példaértékű hivatás, és ő az, aki ott van mindig a gyerekekkel, a gyerekek mindig számíthatnak rá, és hát bővebben ő fog mesélni az Abszol működéséről és a csapatról. Köszönöm mindenkit, aki összegyűjt, és kapóval nekünk szerintem. Köszönöm a fiúknak, hogy ilyesmire gondoltak. Hát röviden szeretném elmondani az AXA történetét. Az AXA-t 2000-ben hozta létre az Erdély Református Nőszövetség, AXA utcagyerek missziós ház néven, ami mostanra megváltozott, most a nevünk simán és egyszerűen AXA ház egyesület. Eleinte tulajdonképpen az utcán folyó tevékenységgel kezdődött 98-ban, amikor a protestáns intézetnek a diákjai szendvicseket vittek ki az utcára a gyerekeknek, gyógyszerekkel segítették, ruházattal, lábbelivel segítették ezeket a családokat, akik az utcán laktak. És két év alatt aztán 2000-ben sikerült megvenni azt a házat, ahol most is folyik a tevékenység, Németország és svájci adományozók segítségével. Renoválás után 2000. decemberében kezdődött a tevékenység. 5 éven keresztül úgy, hogy napi 50-60-70 gyermek került be a házba, aki ott étkezett, ott foglalkoztak vele, ott aludt, és csak este ment vissza tiszta ruhába persze, és megküldetve a családhoz. És reggel ez ugyanúgy kezdődött. Tulajdonképpen 2005-ben volt az első bentlakó, aki beköltözött a házba, ők kint laktak a vonatállomásban egy elhagyott vagonban. Per pillanat 16 gyermek törvényszék az AXA-ban helyezett, törvényszéki végzésen keresztül, és egy gyerekünk van az Zsoloki gyermekotthonból, ugyanis van egy egyességünk velük, hogy akik Zsobokon 8 osztályt végeznek, és tovább tudnak tanulni Kolozsváron, azok az AXA-ba jönnek és ott laknak hétközben, és csak hétvégén is vakációban tartózkodnak Zsobokon. Így a tavaly volt 5 ilyen gyermekünk, akik tavaly 4-et végeztek, és maradt még egy lányunk, úgyhogy így összesen 17-en vagyunk minden nap. Minden évben szervezünk egy karácsonyi szerepet, ami az idén december 21-én lesz, 5 órai kezdettel, és hogyha valakinek kedve tartja, szeretettel várunk mindenkit, aki el szeretne jönni. Rövid lesz, egy szerep, 6 ének és 2 vers, ennyi az egész. Kérdés, hogyha van? Nekem lenne 2 kérdés. Átálljunk, hogy elvesztem egy kicsit közül. Tehát így karácsony közeleti, vagy nem hagyhatom ki, hogy kérdezzem meg azt, hogy hogyan érik meg a karácsonyt ezek a gyerekek, illetve mi az, amit a közösség hozzá tud adni ahhoz, hogy egy szebb, családiasabb és meghittebb ünnepünk legyen. Tehát mi az, amit mi tudunk tenni, mi az, amit mi tudunk adni? Hát ez az, amit elmondott Noémi az elején, hogy tulajdonképpen a cipős dobozon kívül egész évben mit tudna adni. Ez a decemberi hónap, ez két felfordulás olyan szinten, hogy mindenki szervez, mindenki jön, mindenki hív, mindenki jelenkezik, ilyen cipős doboz, olyan cipős doboz, ilyen előadás a Román Operában, olyan előadás jövő héten, vagy két hét múlva, nem tudom, Kolozsvárnak melyik épületében, amire tulajdonképpen mindenhol meghívnak, mert tulajdonképpen az évnek ez az egy hónapja az, amikor ilyen gyerekekre és ilyen tevékenységre legnagyobb hangsúlyban fordítva. Az év többi része az hol szezon. Szóval, hogyha mi szervezünk valamit a gyerekeknek, vagy az önkéntesek jönnek és valamit szerveznek, akkor van tevékenység, ha nem, akkor ez így ebben a hónapon kívül meghal. Hát, amit lehetne tenni értük, őszintén
Én tudom, hogy milyen nálunk otthon egy karácsony est, és azt is tudom, hogy az Axában olyan nem lehet. Viszont ha minden, vagy ha lennének olyan emberek, akik azt mondanák, hogy jó, én ezt a gyermeket hazaviszem, és legalább karácsony estét töltse velünk egész másnap reggel, és utána visszahozom, akkor én ezt megköszönöm. Köszönöm szépen! Az est további részében Miklós Roland szaxofonos biztosítja a zenét, vagy a hangulathoz. Mindenkinek további szép estét kívánok, jó étvágyat! Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.